Mivel évről évre kevesebb diák vett részt a költészetnapi versmondó versenyen a Móra iskolában, a tanárok a seregszemle megszüntetése helyett fordítottak a kiíráson. Megcserélték a szerepeket, vagyis az oktatókat állították ki a pódiumra, a diákokat pedig a zsűriszékbe ültették. Amikor ez így először eszembe jutott, akkor én azt gondoltam, hogy délután 3-kor egy ilyen hangulatos kis terembe tanítás után összeülünk 15-20-an, ami lényegesen meghaladja egyébként azt a létszámot, ami a hagyományos költészetnapi szavalóversenyen jelen szokott lenni. Aztán hát ez nem így alakult, hanem úgy, hogy tényleg így lépésről lépésre nőtte ki magát ez a dolog, és akkor most már úgy néz ki, hogy ahogy látom az edzőteremben az iskola tanulóinak jó része itt van benne. A 8 fő zsűriben a diákok mellett az Impro Stúdió és a Szegedi Nemzeti Színház színészei is helyet kaptak. Gömöri Krisztián szerint egy verset csak szívből lehet jól elszavalni. Jól verset mondani? Hát szerintem ami nagyon fontos, hogy az embernek legyen hozzá szíve. És a lehető legjobban arra törekedni, hogy minél inkább emberből fogalmazzon az ember. A versenyre 13 pedagógus 12 művel készült, és valóban nem a végeredmény, hanem a részvétel volt a fontos. Fodor Ákos, Tőjel Párbeszéd. Tudsz játszani? Tudom. És szeretsz is. És szeretlek is.